Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Méreg Attila vagyok. Új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Szia Ági, üdvözöllek a műsorban, nagyon örülök, hogy egy újabb íróhoz, újságíróhoz van itt szerencsém. Hello, üdv Attila, én is nagyon örülök a meghívásnak, köszönöm szépen. Én a szerencsések egyike vagyok, akinek megvan a könyved. Gratulálok a könyvhez és a díjakhoz. Te jelenleg is freelancer, szabadúszó újságíró vagy, hogy pár cikket, pár témát, a legfontosabb írásait közül említs meg nekünk. Biztosan egyike a nagyon fontos cikkeimnek a menekültekkel kapcsolatos cikk, amikor is arról írtam, hogy az ételt, amit a menekült táborokban, itt Innsbruckban kiadnak, Németországból szállítják. Ami azért is érdekes, mert egy héttel előtte a tiroli kormány kiadott egy olyan sajtótájékoztatót, hogy az ő intézményeikben minden regionális kaja, és akkor kiderült, hogy ide-oda furikázzák ezeket az ételeket, hogy először is Észak-Németországból Bécs közelébe viszik, és akkor Bécs közeléből Tirolba, ami 1300 kilométernyi útszakasz. Ez nyilván aztán nem jött annyira jól a kormányzatnak, de azt elértük ezzel a cikkel, hogy regionális ételeket kaptak utána a menekültek. Sokat olvasták az olvasóink azt a cikket is, amit a koronavírussal kapcsolatban írtam. Leírtam, hogy milyen az én egy napom a lockdown idején Innsbruckban, és hogy milyen nagy kaland az, hogyha az ember elmegy a piacra. Már mi 20 000 olvasó olvasta, pedig aztán sehol se jelentettem meg, csak ezen az egy honlapon, ami van nekünk. Úgyhogy ezen elcsodálkoztam, hogy ilyen sok ember olvasta, de aztán nagyon sokan vissza is jelezték, hogy mitől Bécsben is olvasták ezt a cikket például. Ugye én nagyon regionálisan dolgozom, csak innsbrucki vagy tiroli témákkal kapcsolatosan. Egy nő Hitler pólóban nyitott ajtót a rendőrségnek. Hogy került ennek a Hitler pólónak a tulajdonába? Valahol bulizott, az 50. születésnapja volt, és akkor pezsgővel leöntötték, és akkor tele volt pezsgővel, és akkor jött egy fickó, aki pólókat árult, ajándékba adott neki egy pólót, rá se nézett, hogy mi volt rajta, mert már be volt rúgva, akkor kiderült, hogy ez egy Hitler póló volt, és mondta, hogy jó, otthonra jó lesz, mert volt neki valami műtétje a hasán, és az tudod, ilyen nagy bő póló volt. Végül is azt otthonra használt, és akkor jött a rendőrség, valami más miatt, túl hangosak voltak otthon nála. Amikor kinyitott az ajtót, tehát ott állt a rendőrség előtt a Hitler pólóban, Ausztriában ez tiltva van, ez a dolog, mert Wiederbetätigungnak nevezik ezt, és azt nem szabad. Végül is volt aztán házkutatás, minden, azt mondta, hogy belenéztek a szennyesébe is, meg a hűtőszekrénybe, meg mindenhova. De voltak ilyen egyes sorsok, amik az emberbe így megmaradtak. Egyrészt viccesek voltak, meg tragikusok. És akkor térjünk is rá a könyvedre. A Syracuse-ra gondoltam. Gratulálok a díjhoz, fel is van tüntetve a Exil díj. Maga a könyvnek, maga ennek a 13 novellának a megszületése 2016-ban hogyan alakult, hogyan jött ez az ötlet, hogy egy könyvben álljon össze ez a 13 történet? És milyen utóélete van, hány példányban jelent meg, milyen díjakat nyertél, és mi lesz a jövője ennek a könyvnek, ezeknek a történeteknek? Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, ez az igazság, mert én már Magyarországon is írtam novellákat, és amikor Ausztriába jöttem, akkor elkezdtem németül is írni novellákat, de mivel a németem nem volt annyira jó, hogy azt gondoljam, ez irodalmilag valahogy érdekes lehet, ezért aztán nem sokat foglalkoztam vele. Addig az időpontig, amíg megismerkedtem valakivel, aki elmesélte, hogy van ez az Autoren Solidarität, ez egy újság, meg egy egyesület is, és abba bele van írva, hogy milyen olyan pályázatokra lehet pályázni. És akkor elkezdtem pályázni ezekre a pályázatokra, amik a magazinban benne voltak. Így kerültem a Schwab irodalmi pályázathoz, 3 körön keresztül, mert hogy sehol. Nekem a nagyszüleim dunai svábok, ezért aztán pályázhattam egyáltalán, pedig nem éltem Stuttgart környékén, mert az Augsburgnak volt az irodalmi díja, csak úgy hívták, hogy Schwab irodalmi díj. Ott az egyik zsűri tag felfigyelt az én novellámra, és mondta, hogy nagyon eredeti hangon írok,
folytassam mindenképpen, nem kaptam díjat akkor még, de bekerültem az antológiába, így elindult ez a folyamat, hogy jó, hát akkor elkezdtem írni novellákat, és írtam egyik novellát a másik után, sok pályázatra küldtem őket. Az egyik pályázat volt aztán az Exil pályázat, ahol meg is nyertem egy díjat, a Juba Arnautovics volt, aki az első díjat nyerte abban az évben, azt hiszem én voltam vagy a második, vagy a harmadik. Akkor a Krista Stippinger, aki ennek az Exil Literature Prize-nak a megszervezője, kérdezte, hogy nincs-e több novellám. És akkor így mondtam, hogy de, van. A 7 év alatt összegyűlt egy pár novella, amiket csak így írogattam a fiókomnak, és akkor azt elkezdtük szerkeszteni. Már az egyik munkatársam ott az újságnál, aki lektorként dolgozott nálunk, ő is mondta, hogy jaj, nagyon jól írok, és képzeld el, egy kiadót alapított, hogy kiadhassa a könyveimet. De aztán végén azt mondta, hogy menjek ezzel az Exil felággal, vagy kiadóval, mivel őnekik több kapcsolatuk van, és akkor voltam a könyvféten ezzel a könyvvel, meg mindenfelé, úgyhogy megcsináltuk együtt a Krista Stippingerrel, pedig ő Bécsben volt, én Innsbruckban, akkoriban még egy kicsit nehézkesebb volt ez a dolog az interneten keresztül, de azért mi megoldottuk. De egy évig azt hiszem dolgoztunk rajta, és így született meg az a könyv. Sok önéletrajzi ihlettel, mondjuk így, de azért fiktívek a történetek. Nem lehet azt mondani, hogy egy az egyben önéletrajzi. A könyv maga elég jól lett az irodalmi kritikus körökben megbeszélve, úgyhogy ennek nagyon örültem. Sokan mondták, hogy jó, itt még lehet még alakítani, de hogy nagyon eredeti hangon írok, és hogy csak így tovább. Írjak többet, amit meg is fogadtam. Meghívtak aztán az itteni Innsbrucki Próza Fesztiválra, volt mindenféle felolvasó estem, ezáltal főleg itt Tirolban, meg Innsbruckban azért lett egyfajta nevem. Hívnak mindenféle irodalmi eseményekre, hogy na írjál, légy szíves erről, írjál arról, és akkor voltak tényleg ilyen felkérések, írjál nőkről a vidéki életben, és akkor arról írtam. Ennek az lett a következménye, hogy egy ügynökség lett rám figyelmes, akik Berlinben vannak. Ebben az ügynökségben vagyok most én benne, mert mint a zenészeknek, meg sok művésznek, az íróknak is van ügynökségük, akik eladják a műveiket, meg próbálják a szerződéseket úgy alakítani, hogy minél több pénzt lehessen kapni a könyvekért, és a többi, és a többi. Ez az ügynökség aztán ahhoz vezetett, hogy elkezdtem a regényemet írni. Ez a regény meg abból az ötletből született, hogy én egy blogot írtam, miközben nagyon beteg voltam, mert mellrákos voltam. Elkezdtem a eseményeket, meg az élményeimet leírni egy blogban, feldolgozásképpen. Ebből a blogból aztán azt mondták, hogy igen, ez tetszik nekik, és hogy ezt dolgozzam ki, és ebből csinálunk egy regényt. És ez 3 éve volt. Már egyszer leadtam, mert befejeztem, de szerencsére akkor jött a koronavírus, azt mondták, hogy jaj, hát ez itt most nem olyan jó időzítés, hogy erre nézzél még egyszer rá. Az az érzésünk, hogy még nincs egészen kidolgozva, és szerencsére nem adták ki, meg nem is vitték a kiadókhoz, pedig már 25 kiadó érdeklődött iránta, ami nagy büszkeséggel tölt el. Ebben az időszakban, amikor Bildungskarenzben vagyok, és a szakdolgozatomat a média képzéshez fejezem be, befejezem ezt a regényt is. Mert tényleg a finishben vagyok, azt szeretném, hogy a regény idén jelenjen meg, vagy a Lipcsei könyvhétre lesz készen, vagy a Frankfurtira. Az ügynökség remélem talál majd egy kiadót, és idén már kézben lehet majd tartani. Erre nagyon várok és vágyok, de hogy valóban a kiadók most annyira nyitottak egy ilyen fajta könyvre, vagy sem, azt még meg kell látni, mert a koronavírus által azért az irodalmi élet is fejen áll, és nem lehet tudni, hogy mit választanak majd a kiadók, milyen témákban. Úgyhogy ezt megvárom, kivárom, és reménykedek. Sok sikert kívánok a tervekhez, ehhez az új könyvhöz is. Örülök, hogy jobban vagy, jó egészséget kívánok. Has, alkos, gyarapíts, törzs, jó lesz az évet, és remélem tényleg idén sikerül majd kiadni az új könyvet. Vigyázz magadra, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm, Attila, és neked is sok sikert a videókhoz, meg a további életedhez. Köszönöm szépen. Ha tetszett a műsor, dobjatok egy lájkot, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozzunk holnap is. Szevasztok!